A videóban látható képek és szövegek eredetileg az 1964-ben megjelent rádióamatőr füzetei sorozat, tranzisztor működése képekben egy című lapszámból származnak, a szöveget Kovács Ferenc, a rajzokat pedig Jári Gyula készítette. Negyedik fejezet A Dióda Mielőtt a tranzisztor működésével foglalkoznánk, ismerkedjünk meg röviden a félvezető diódával, így módon a tranzisztor megértése is egyszerűbb lesz. Sokak előtt ismert már a dióda karakterisztikája. Nézzük, hogyan kaphatunk ilyen karakterisztikájú diódát félvezető kristályból. A módszer a következő: olyan félvezető kristályt készítünk, amelynek egyik fele N-típusú, másik fele pedig P-típusú szennyezésű. A két rész nem építhető össze utólag, hanem egyetlen kristálydarabban kell a két különböző szennyezést létrehozni. A két tartomány között határréteg vagy átmeneti réteg alakul ki, ahol a dióda működése szempontjából igen fontos fizikai folyamatok játszódnak le. Az N tartományban sok a szabad elektron, a P tartományban sok a szabad lyuk. A kristályban tehát mind az elektronok, mind a lyukak sűrűsége változó. A töltéshordozók a kisebb sűrűségű hely felé igyekeznek diffundálni, az elektronok a P tartományba, a lyukak pedig az N tartományba diffundálnak. Nézzük meg, mi történik, ha a töltéshordozók átlépnek az egyikből a másik tartományba. Ha az N tartományból az elektron, a negatív töltés eltávozik, helyébe egy lyuk, pozitív töltés érkezik, akkor megbumlik a semlegesség, és ezen az oldalon pozitív töltés halmozódik fel. Hasonlóképpen a P tartomány átmeneti réteghez közeli részén negatív töltés halmozódik fel. Az átmeneti réteg két oldalán létrejövő pozitív, illetve negatív töltések egy feszültségugrást vagy potenciálfalat hoznak létre. A feszültségugrás további átvándorolni szándékozó töltéshordozókat visszatartja, nem engedi át a másik tartományba. Ez úgy is magyarázható, hogy az átdifundált elektronok által létesített negatív töltés már taszítja az újonnan odasiető elektronokat. A feszültségugrás vagy potenciálfal egyensúlyi állapotot hoz létre, mert rajta tovább töltéshordozók egyik irányból sem tudnak átjutni. Nézzük meg, mi történik akkor, ha a kristályra külső feszültséget kapcsolunk, legyen a telep negatív sarka az N tartomány oldalán. A külső feszültség levonódik a belső feszültségugrásból, vagyis lenyomja azt. A kapott potenciálfal így lényegesen kisebb lesz. A lecsökkentett potenciálfalon már könnyen átjutnak a töltéshordozók, vagyis a feszültség hatására áram kezd folyni. Az áram nagysága természetesen függ a telep feszültségétől, a telep feszültség növelésével az áram értéke egyre meredekebben emelkedik. Kapcsoljuk ezek után a telepet fordított polaritással a kristályra, tehát az N-típusú tartományba pozitív feszültséget adjunk. A külső feszültség ebben az esetben hozzáadódik a belső feszültségugráshoz, amely ezáltal megnő és lényegesen nagyobb lesz. A megnövekedett potenciálfal még nagyobb akadályt jelent a töltéshordozóknak, így ezek diffúziós mozgása teljesen lehetetlenné válik. Ennek ellenére ilyenkor is folyik áram. A P-tartomány elektronjai és az N-tartomány lyukai lejutnak a falon, ez adja a visszáramot. A visszáram értéke független a potenciálfal magasságától, hiszen mindegy, hogy például az elektronok milyen magasol esnek le, ez a számukat nem befolyásolja. A visszáram azonban nagyságrendekkel kisebb, mint a nyitóirányú áram, ezért gyakran elhanyagolják, s úgy veszik, hogy záró irányban nem folyik áram. Ha a nyitó áram és a visszáram görbéit egyetlen ábrába rajzoljuk össze, Megkapjuk a PN kristály, a PN dióda karakterisztikáját. Mivel a PN dióda csak nyitó irányban vezet, záró irányban nem, alkalmas váltófeszültségek egyenirányítására, demodulálására. Igen, nagy záróirányú feszültségeknél a nagy térerősség kitépi a töltéshordozókat a rácsszerkezetből és a pólusok feliránya. A záróirányú áram, vagyis a visszáram ezért jelentősen megnő és letörés áll be. Azt a feszültséget, ahol ez létrejön, letörési feszültségnek nevezzük. A letörési feszültséget egyes esetekben külön ki is használják, mint például az úgynevezett zénerdiótáknál. Ezeknél ugyanis a közönséges diódákhoz képest a letörési feszültség igen stabil, ezért feszültség alkalmasak. Mint láttuk, a PN átmenetnél feszültségugrás van. A PN átmenet két oldalán felhalmozódó töltések kapacitást, kondenzátort képeznek, mégpedig az úgynevezett átmeneti kapacitást. Az NP tartomány közötti kapacitás értéke a feszültségugrástól és a felhalmozott töltésektől függ. A kapacitás értéke a külső telep feszültségével szabályozható. Ezt a tulajdonságot a verikebb diódáknál hasznosítják. Ezek a diódák feszültségük változtatásával rezgőköröket hangolnak. Végül a dióda hőmérséklet függéséről annyit, hogy a hőmérséklet növekedésével a dióda árama megnő, a karakterisztika tehát balra tolódik el. Mára ennyit a diódáról, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Reméljük tetszett ez a videó, és ha még szeretnél tanulni, akkor javasoljuk, hogy nézd meg a Dióda című videónkat, és iratkozz fel a csatornára, hogy le nem maradj a következő részről. Sziasztok!